Tudod, hogy mikor fejlődik gyermeket szervezete a legtöbbet, a legrövidebb idő alatt? Élete első 1000 napjában. Onnantól, hogy először jelet ad magáról, egészen addig, amikor már jelen van, és új élményekbe kóstol bele, miközben felfedezi magának a világot. Ebben az időszakban a szervezete bámulatos fejlődésen megy keresztül. Az ő feladata, hogy felnőjön a kihívásokhoz, a tiéd pedig az, hogy segíts neki ebben. De ehhez tudnod kell, mire van szüksége ez idő alatt. Például, hogy mit és mennyit ehet. Milyen vitaminokból és ásványi anyagokból, milyen fejlődési szakaszban, mekkora mennyiségre van szüksége. Ha gyermeket szervezete nem tud a megfelelő tápanyagokból építkezni, az negatív hatással lehet a gondolkodására, a nyelvi képességei, az emlékezete és az immunrendszere kialakulására. Ugyanakkor megfelelő táplálással csökkentheted nála többek között a szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint a cukorbetegség kialakulásának kockázatát is. Az első 1000 nap program 2010-ben indult. Azóta a világ számos országában több szervezet, köztük az UNICEF is különös figyelmet szentel ennek a korai időszaknak. Hazánkban 2014 óta működik a program azzal a célkitűzéssel, hogy felhívja a figyelmet ennek a korai életszakasznak a fontosságára. A program weboldalán minden fontos információt megtalálsz a babád megfelelő táplálásáról, melyek segítséget nyújtanak az egészségügyi problémák megelőzésében. Mert az első 1000 nap egy életre szól.